Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! A biztonság és a nyugalom megőrzése a legfontosabb feladat ezekben a nehéz napokban, mondta Bozsolik Róbert bátaszék polgármestere, aki összefoglalta az elmúlt két hétben bevezetett óvintézkedéseket. A városban a Bátkom szakemberei elkezdték a nagyforgalmú közterületek fertőtlenítését. A koronavírus járvány indulása óta bátaszéken is a legfontosabb feladatok a védekezést szolgálják, mondta Bozsolik Róbert polgármester. A legfrissebben bejelentett korlátozó intézkedések érdekes helyzeteket hoznak majd, tette hozzá. Mi is tanulmányozzuk a miniszterelnök úr által bejelentett és néhány órán belül valószínűleg meg is jelenő jogszabályt, ami korlátozni fogja az emberek mozgását. Égnek a vonalak a Városházán is, hogy ez mit fog jelenteni, mehet-e munkába, mehet-e bevásárolni, hogyan tudja a napi életét rendezni. Igyekszünk minél gyorsabban mi is információkat szerezni, és azt a közösségi oldalainkon meg is fogjuk osztani az elkövetkezendő órákban. A rendőrség, rendőrösnek a vezetőjével is beszéltem néhány perccel ezelőtt, ők is tanulmányozzák, hogy velük, tehát tőlük mit vár el majd a rendőri vezetés. Azt gondolom, hogy olyan mértékben kell ezt alkalmazni, hogy kellő komolysággal, kellő odafigyeléssel, de nem elsősorban, tehát nem vegzálva is, és nem drasztikus módon kezelve ezt a jogszabályt. Természetesen a fő szabály most is él, aki teheti, az maradjon otthon. Gyakorlatilag a városunk is alkalmazkodott a veszélyhelyzetből adódó körülményekhez, és egy sor olyan intézkedést hoztunk meg, ami intézményeink életét, az intézményben szolgáltatást, igénybevők életét, és hát a városunk mindennapjait is befolyásolja. Ugye elrendeltük a óvoda, illetve bölcsődei ellátásban a rendkívüli szünetet, ebből adódóan itt nem folyik már gyakorlatilag ellátás, viszont megszervezésre került az, hogy az étkezés továbbiakban is fent tudjon maradni. Idősek tekintetében is hasonlóan döntöttünk, az idősek napközi ellátásának szolgáltatását megszüntettük, viszont továbbiakban is gondoskodunk az idősek ellátásáról, mind a házi segítségnyújtás keretében, mind pedig az étkeztetés biztosítása keretében. Programot indítottunk a 70 éven felüliek ellátására. Itt önkénteseket sikerült bevonni annak érdekében, hogy aki igényli, azoknak a mindennapi bevásárlását, gyógyszerigényét megpróbáljuk megoldani. Sőt, az elkövetkezendő napokban kielemezzük, és ha tudunk segítséget nyújtani, akkor például a postai szolgáltatás kielégítésében is szeretnénk segítséget nyújtani. Itt szeretnék nagy-nagy köszönetet mondani egyrészt a gondozási központ valamennyi dolgozójának, hiszen emberfeletti munkát végeztek az elmúlt kettő hétben, és még nagyon-nagyon sok minden vár rájuk. Köszönetet mondani azoknak az önkénteseknek, akik vállalják, hogy segítséget nyújtanak az időseknek, és hát köszönetet nyújtani az egészségügyben dolgozóknak is, hiszen azért nálunk is a házi orvosok, az asszisztensek, védőnők azért ott vannak a gáton, és adott esetben elvégzik a rájuk nehezedő feladatot. Az város életének más területén is kellett döntéseket hozni. Egyrészt a védekezéshez, ebből adódóan egy 3 millió forintos keretet hoztunk létre, ami a védekezéshez kapcsolódó és a veszélyhelyzet elhárításához kapcsolódó költségeket próbáljuk ebből majd kezelni. Ezzel kapcsolatban már történtek is intézkedések, védőfelszereléseket, maszkokat, fertőtlenítőszereket vásároltunk. Megkezdtük többek között a közterületen a fertőtlenítő munkálatokat. Megkezdjük a város területén a közterületeknek, közintézmények bejáratainak, szemeteseknek, nagyfőképp azoknak a helyeknek a fertőtlenítését, amelyek ugye több személy által látogatottak. A Tolna megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályával egyeztettünk a felhasználható anyagokkal kapcsolatban, és az ő ajánlásaik alapján választottunk fertőtlenítő anyagot, amelyek ugye nem károsak amúgy az egészségre, de megfelelő hatással bírnak majd. Az időjárás most már kedvező ahhoz, mert ezekhez a vegyszerekhez, illetve hát a felhasznált anyagokhoz a száraz idő szükséges. Meg fogjuk ezeket tenni. Terveink szerint két naponta fogjuk megtenni, és természetesen olyan időszakban, amikor ugye a legkisebb a forgalom. Fogunk kapni másfajta hatóanyagot tartalmazó vegyszereket is, amelyek már a késő esti, tehát a még kisebb forgalom melletti fertőtlenítéseket, munkálatokat is lehetővé teszik. Azt gondoljuk, hogy ezzel
hozzá tudunk olyan szinten járulni ezekhez a úgymond közterület tisztántartási feladatok végrehajtásához, amelyek elégségesek lesznek, ameddig ugye nem kapunk további instrukciót, illetve nem születnek meg szakmai ajánlások vagy előírások ezzel kapcsolatban. A hosszabb távú védekezésre is vannak kidolgozó stratégiái a város vezetésének. Vannak hosszú távra szóló intézkedések, amelyeket nehéz lesz majd elfogadni. Ezek közé tartozik, hogy nem lesznek rendezvények az elkövetkezendő időszakban. A város gyakorlatilag törölte augusztus 31-ig valamennyi programját. Biztos, hogy nem lesz egyszerű ezt a mindennapokban feldolgozni, de azt gondolom, hogy most egy feladat van, túl kell élni, be kell rendezkedni egy olyan életformára, ami a közösségi életet korlátozni fogja, annak érdekében, hogy minél előbb átessen a városunk és az ország is ezen a krízis helyzeten. Mi próbáljuk azt kommunikálni, és ezt fogjuk ezek után is tenni, hogy ezt a helyzetet kellő higgadsággal kell kezelni. Ami alatt azt értem, hogy nem szabad elbagatellizálni. Tehát minden olyan óvintézkedést meg kell tenni, akár saját magunk részéről, azokat a szabályokat, amiket hallunk médiában, akár a közösségi találkozásra, akár a higiéniai dolgoknak a betartására, ezt komolyan kell venni és be kell tartani. És elsősorban az idősek tekintetében szeretném ezt kiemelni, hogy kérem, a rendelet szerint 9 és 12 óra között rendezzék el azokat a nagyon-nagyon szükséges dolgaikat, amik a mindennapi életükhez kell, és utána tartózkodjanak otthon. Mi megtesszük önkormányzati oldalról mindazokat a lépéseket, ami szintén a veszélyhelyzet érdekében szükséges, csökkentettük hivatalon belül az ügyfélfogadás, vagy minimalizáltuk, létesítményeket zártunk be, hogy a közösségi találkozási pontoknak a számát még jobban korlátozzuk. Úgy érzem, hogy a mátaszékiek most már kezdik komolyan venni, hogy baj van, és ennek megfelelően állnak a probléma kezeléséhez, de azt hiszem és meg vagyok róla győződve, hogyha összefogunk és mindenki betartja az alapvető szabályokat, át fogunk rajta jutni, és néhány hónap múlva majd arról fogunk mesélni, hogy nehéz volt, de megoldottuk. Az idősek védelme és ellátása a leginkább fajsúlyos feladat. A mindennapi igényei kielégítése mellett egyre inkább oda kell figyelni a mentális teher csökkentésére is, ami a kijárási tilalomból ered. A gondozási központ minden olyan szolgáltatást üzemeltet, mely hagyományosan segítséget nyújt az időseknek. Bátaszéken is ugye a hagyományos 4 szolgáltatásunk mellett, ami az étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a klub szolgáltatás, most egy új segítési forma is az önkormányzat révén bejött a szolgáltatások közé, ez pedig a 70 év felettiek bevásárlási szolgáltatása, ami azt jelenti, hogy ha valaki jelentkezik hozzánk a megadott telefonszámokon, 70 év feletti, és szeretne szolgáltatást kérni bevásárláshoz és gyógyszerkiváltáshoz, akkor ebben önkéntesek bevonásával tudunk segíteni. Azok az idősek, akik a klub rendszeres tagjai, most nagyon nehéz helyzetben vannak, hiszen elmarad életükből a társas kapcsolat, ami hosszabb távon mentális problémához vezethet. Főleg a klubos időseinktől hallom, akikkel azért rendszeresen tartjuk a kapcsolatot. Nagyon hiányzik nekik a közösség, hiányoznak a megszokott programjaik, hiányzik az, hogy találkozzanak, és azok a beszélgetések, amik azért jellemzik az ő kapcsolattartásukat, nyugodtan zajlódhassanak. Hát erre most ugye nincs lehetőség, vagy nem abban a formában van lehetőség, ahogy eddig. Telefonon igyekszünk tartani velük a kapcsolatot. Ahogy hallom, ők is tartják egymással a kapcsolatot, tehát várakozunk és várjuk, hogy elmúljon ez a veszélyhelyzet. Egyre többen ismerik fel, hogy rendkívül fontos az, hogy betartsák a járvány terjedését lassító intézkedéseket, hogy maradjanak az otthonukban, a levegőzést azt oldják meg az udvaron belül, tehát azt gondolom, hogy egyre többen felismerik ennek a jelentőségét, és egyre többnek
többen kérnek segítséget. Ez abból is látszik, hogy míg a szerdai bevásárláson, ahol önkénteseinkkel ugye tudtunk segíteni, és ezúton is szeretném megköszönni az óvoda támogatását is ebben, és valamennyi önkéntes segítségét, akkor heten jelentkeztek, ma már pénteken, hogy újabb kiszállítási nap van, 11-en jelentkeztek erre a szolgáltatásra, és tudva azt, hogy Bátaszéken majdnem 1000 fő a 70 év felettiek száma, azt gondolom, hogy ez a szám és ez a segítségnyújtási forma egyre bővülni fog. Egyelőre kellő számú önkéntes áll rendelkezésre, de egészen biztos, hogy hosszú távon újabb vállalkozók bevonására lesz szükség. Nagyon pozitív tapasztalat volt számunkra is, hogy első szóra majdnem 20-an jelentkeztek, ahol egyetemisták is vannak, háziasszonyok is vannak, óvónők is vannak, úgyhogy nagyon, nagyon gyorsan sikerült mozgósítani az embereket. A gondozási központ szolgáltatásai továbbra is elérhetőek. Házi segítségnyújtás, a gondozóink ugyanúgy kijárnak az időseinkhez, az étkeztetést is továbbra is biztosítjuk, ugye ezt térítési díj ellenében történik. Ez a bevásárlási szolgáltatás, ez jelenleg ingyenes és utólagos finanszírozású, tehát utólag fizetik meg az ellátottak a szolgáltatásnak a díját. Egyre többen vannak, most már kevesebb az a hang, aki bagatelizálja, és azt mondja, hogy ez nem is egy valós történet. Egyre többen vannak, akik átlátják, hogy valóban itt arról van szó, hogy az időseinket meg tudjuk védeni ettől a járványtól. A szülők megértették a helyzetet, és megoldották a gyermekelhelyezés kérdését. A közétkeztetést, ellátó konyha működését is a vírus veszélynek megfelelően kellett módosítani. A szülők rendkívül fegyelmezetten fogadták a kialakult helyzetet, és mindenben az intézmény segítségére voltak az első perctől, mondta Simon Csabáné, a térségi óvoda vezetője. Rendkívül nagy felelősséggel álltak hozzá ehhez az új kialakult helyzethez. A múlt hét eleje az ő számukra azzal telt, hogy elvitték a gyerekek ágyneműjét, törülközőjét, ezt természetesen ugye otthon ők is kifertőtlenítették. A mi számunkra az elmúlt hét hasonlóképpen a takarítással, a fertőtlenítéssel telt. Múlt héten nem volt gyermekünk, ezen a héten már egy kisgyereket hoztak a szülők óvodába. Természetesen nem tudja mindenki megoldani azt, hogy otthon marad a gyermekével. Vannak szülők, akiknek muszáj elmenni dolgozni, és nekünk pedig kötelességünk őket fogadni. Megszerveztük az ügyeletet, illetve vannak kollégák, óvodapedagógusok és dajkák is, 9 fő, akik vállalták a 70 éven felülieknek történő bevásárlást. Vannak kollégák, akik az időarányos szabadságukat töltik, amellett pedig az ügyeletet is tudjuk vállalni. Tehát nekünk egy észszerű, jó beosztást kellett készíteni. Az óvodához tartozik a konyha működtetése is, melyre új szabályok léptek életbe a járványveszély miatt. Ugye meg kellett szervezzük az általános iskolás gyerekeknek az étkeztetését, valamint a gimnazisták étkeztetését. Továbbá voltak olyan óvodás szülők, akik tőlünk vitték, illetve hát igényelték a gyerekek számára az étkezést. Mi ezt is maximálisan ki tudtuk elégíteni, meg tudtuk oldani. Olyan módon, hogy éthordót hoztak a szülők, és vagy innen vitték el az óvodából, vagy az iskola épületében lévő konyháról. Nagyon fontos feladat volt az, hogy az éthordok fertőtlenítését megoldjuk. Mivel minden tálalókonyhában, illetve a főzőkonyhában is mosogatógépekkel rendelkezünk, így ezzel tudtuk megoldani ténylegesen ezeknek a fertőtlenítését. Aztán mindig hoz az élet valami változást, úgy alakult ezen a héten, hogy a szociális étkezőknek az éthordóba való ebéd töltését is itt az óvodában oldjuk meg már itt tegnap óta. Muszáj volt ezt megtegyük, mert elég sok igény merült fel összességében az étel elvitelére, úgyhogy az egyik rész az a főzőkonyhában történik, a másik rész pedig, mint ahogy említettem, itt a mi óvodánkban. Jelenleg közel 300 adag ebéd elkészítése és kiporciózása vár a városi konyhára.
Az első szóra voltak jelentkezők, akik önként vállalkoztak arra, hogy segítséget nyújtsanak az idősek ellátásába. Vannak még tartalékok ezen a fronton is, így ha további segítőkre lesz szükség, ez nem okoz majd gondot Bátaszéken. Összegyűltek az igények a kiszállításra váló élelmiszerekből és gyógyszerekből, így elindulnak az önkéntesek a beszerzésre. A folyamat két részből áll, a szükséges anyagok vásárlását követően osztják szét csomagokra, majd szállítják ki a megrendelőknek. Tegnap én a patikába voltam, megkaptuk a csomagot, hogy mit kell a néniknek, öreg idős néniknek, bácsiknak venni, és utána visszamentünk az óvodába, és ott elszámoltunk, és aztán ki kellett vinni autóval a néniknek, meg a bácsiknak, az időseknek, de nagyon örültek nekünk. Tehát nagyon hálásak voltak, hogy segítünk nekik. És kérdezték is tőlem, hogy pénteken is élök. Most még szerintem annyira ők se tudták felfogni ezt a helyzetet, mert azért ez Magyarországon még két hete van, de tehát jól viselték. Tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt felfogták, hogy ők nekik otthon kell maradni. Ez az ő egészségüknek nagyon, tehát hogy nehogy megbetegedjenek. És tehát én úgy vettem észre, hogy ők ezt komolyan veszik. Véleményem szerint fontos, hogy segítsünk az időseknek, akik már nem tudnak kimenni, akik már betegek, hogy nehogy elkapják ezt a vírust. Mi voltunk az elsők az Ágival, akik kimentek időseknek vinni mindenféle gyógyszert meg élelmiszert, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív kezdeményezés. A kormánytól is, meg hát az önkormányzattól főleg, hiszen ők koordinálják ezt az egészet. És bevásároltunk az időseknek a kívánságai alapján, ezt listázták a gondozási központban, mi már a kész anyagot, meg a pénzt kaptuk. Úgyhogy az önkormányzat kis busszal elszállítmányozott bennünket, vittük a kis papírjainkat, a pénzt, és mindent össze tudtunk vásárolni. Úgyhogy egyikünk ment a gyógyszertárba, másikunk az élelmiszerboltba, és megpróbáltunk mindenből az olcsóbbat vásárolni, de hát olyan drágaság van, hogy ez elég nehezen jött össze, de mindent kaptunk, és nagyon-nagyon örültek. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor átadtuk ezeket a csomagokat, akkor volt, akinek még könnyű szakadt a szeméből, úgyhogy... Meg sokat beszélgettek. Hiába nem tudtunk elszakadni tőlük, mert látszik, hogy nagyon sokat vannak egyedül, ezért is van ez az egész kezdeményezés, és kívánták azt, hogy társalogjunk is a kapuba velük. A társas kapcsolatokat így valahogy mégis tudjuk megsegíteni, nem megsegíteni, de egy kicsit föl, a magányokat egy kicsit föl lazítani ezzel. Ahogy hallottuk, egyelőre kellő számú önkéntes áll rendelkezésre, de a helyzet a vírusveszély miatt hosszú időre elmúlik, egészen biztosan szükség lesz további segítők bevonására. Nem csak a bevásárlások megszervezéséhez, sokkal inkább a társas kapcsolatok bonyolításához. Mai műsorunk végén elszakadunk a koronavírustól és muzsikálunk. A Tolnatáj Televízió akciót hirdetett, amiben amatőr zenekarok jelentkezését várta. A felhívásra a bátaszéki Idióták zenekar is elküldte dalát, ez következik most. Na csá, figyelj, szólj a többieknek, hogy este gyertek már rá, próbálunk egyet, aztán meg aztán, jó? Na, csá! Köznapoknak már vége a meló, offon vár a nyár. Ígyunk hát, a haverok a végre szabadság, itt nincs határ. Sörözés, vízpart, naptei zene, a sátortábor készen áll. Meleg lett a sör, megeszi a fene, nem értek el, csak ígyunk már. Várva várt koncerten, aztán hatalmas pogó, tombolás. Rosszabb esetben részegség, sátorba rókázás. Lehet sípnek a szülők, sokszor szelebe, ez nem értek el, hát szarni bele. Teket talán görögni nem lehet vége, ilyen ez a végtelen hétvége. Teket talán görögni nem lehet vége, ilyen ez a végtelen hétvége.
kedve, ne átkozz, hanem áld meg a napot. Kómás vagy, vigyel még egy sört és vásd meg velünk az egész világot. Lehet csípnek a szülők is hossza a zene, de ez nem érdekel, másszor még bele. Teket a hangerőt, hogy nem lehet vége, ugyanez a végtelen hétvége. Teket a hangerőt, hogy nem lehet vége, ugyanez a végtelen hétvége. Sajnos mindennek vége, a végtelen sem végtelen ma már. Ha lesz pénzünk, eljövünk jövőre, és elisszunk az ősök vagyonát. Lehet sírnek a szülők is hozzá a szenedet, nem érdekel, hát szarnék bele. Teket a langerőt, még nem lehet vége, ilyen ez a végtelen hétvége. Lehet sírnek a szülők is hozzá a szenedet, anyukának, ezt nem mutassátok meg a YouTube-on. YouTube-on. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!